Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Dudás Jenő Zsolt vagyok, védikus szakértő, jogatanár, ajurvédikus konzulens és védikus házelemző. A mostani előadásomnak, kis beszélgetésemnek egy olyan apropója van, ami már nagyon régóta bennem olyan érzéseket keltett, hogy mielőbb kellene egy videót csinálnom erről a témáról, mert talán ennél fontosabb nincs is egy ember életében. Az Isten hit kérdéséről szeretnék most pár szót beszélni. Hinni Istenben, vagy nem hinni benne? Létezik Isten, vagy nincs? Ez sokszor fölmerül az emberek fejében, még akár vallásos emberek fejében is, nehéz szituációkban, hogy most végül is van Isten, nincs Isten, ki tudja ezt. Hogyha a világban megnézzük a dolgokat, hogyha megnézzük azt a rendet, azt a szépre, jóra és teljességre törekvő természeti törvényt, ami mindent áthat, ami mindig igaz, és mindennek a megfelelő helyét és idejét kijelöli. Hogyha ismerjük ezt a rendet, akkor nem kétséges számunkra, hogy ez a rend, ez a tisztaság, ez a boldogság, ez a mindent tudó, mindennel összhangban lévő, mindenütt jelenlévő és kezdetektől fogva létező minőség, ez maga az, amit a vallások úgy hívnak, hogy Isten. Nagyon sokféle vallás van, és mindegyik vallásnak igaza van. Hát mindegyik vallás egy adott társadalom, illetve egy adott személy elméjének, tudatának, értelmének a kibontakoztatásával írja teljességét, de amíg a hagyományos, megszokott emberi társadalmi tudatszint és a megvilágosodott tudatszint között vándorol az illető, addig különféle tudatállapotokban különféle minőségeit látja meg saját vallásának. Tehát ezért van többféle vallás, mert többféle kulturális és földrajzi minőségek vannak, melyek áthatották az adott társadalmat, adott kultúrközeget, és ezen belül is egy adott vallási irányzatnak is, minden egyes tagjának, minden egyes egyénnek, aki az adott vallás híve, attól függően, hogy a tudatszintje alacsony vagy magas szinten van, mást és mást fog jelenteni Isten. De mi a helyzet azokkal, akiknek akár alacsony, akár közepes, akár magas tudatszintjük van, de mégis azt mondják, hogy ők nem hisznek Istenbe? Lehet azt mondani, hogy Isten nem létezik, viszont mondhatja-e valaki azt, hogy az éjszakoknak nincsen rendje, a csillagok mozgásának nincsen rendje. Ha elültetek egy magot, és az egy alma mag, abból vajon körtefa lesz? Vagy almafa? Hogyha elültetek egy diómagot, abból diófa lesz, vagy pedig baracfa. Amilyen magot ültetünk el, olyan fát fogunk növeszteni, és amilyen a fának a növekedése, ahogy azt ápoljuk, gondozzuk, olyan gyümölcsöket fogunk aratni a jövőben. Tehát a jó tettnek mindig megvan a jutalma, a rossz tettnek mindig megvan a büntetése. Ezt
csak egy balga ember nem látja. Tehát egy rend létezik a társadalomban, egy rend létezik a teremtésben, az élőlények szervezetében, minden rendben zajlik, és ezt egy nagyon-nagyon magas szintű intelligencia irányítja. Úgy az emberek lélegzését, szívverését, belső emésztését, az anyagcsere folyamatait, hogy egy elfogyasztott táplálékból bőr, szem, haj, fül, láb, kéz, különféle szervek, különféle minőségek alakulnak ki. Ez egy csoda. Ez egy belső alkímiai csoda, amit nem nagyon tudnak, ismernek még a komoly biológusok, orvosok sem. Van egy átalakulási belső bioalkímiája a szervezetnek, hogy az elfogyasztott ételekből egy emberi szervezet jön létre, és az él 80-100 esztendős koráig, és utána visszatér a Földbe. Tehát van egy intelligencia, egy végtelen értelem, ami áthatja az életünket, az ételünket, a kozmikus életteret, tehát a bolygók mozgását, a természeti ciklusok mozgását, tavasz, nyár, ősz, tél, és ismét tavasz, nyár, ősz, tél, a nap mozgása, a hold mozgása, azoknak a testünkre, elménkre való hatása, ezek mindegyik egy csodálatos tudományt mutat be nekünk. Ezek valós tudományágok. Ez a valós tudomány, ha valaki ezzel foglalkozik, és csak ebben hisz, és azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, mondhatjuk azt, hogy megtalálta Isten. Ugyanis az isteni természeti törvények különféle szekcióiban, különböző részeiben, annak rendezettségében Isten akarata érvényesül. Vagy, aki nem hisz Istenben, mondja azt, hogy a végtelen szervezőerő akarata érvényesül benne. Ezért még azok az emberek is, akik nem hisznek Istenben, de követik a természet törvényeit, követik az ősök hagyományát, követik a régi feljegyzésekből azt, amit igaznak hisznek, és ez nagyon fontos, nem vakon kell követni a régi feljegyzéseket, hanem azt értelmeznünk kell, és a múlt örökségét mindig a modern korba értelmezve kell vinni tovább az ősök hagyatékát. Aki ezt az életet él, és azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, hát én azt mondom, hogy ő is vallásos ember, és hisz az isteni rendben. Azok viszont, akik egy bizonyos vallást követnek, azoknak rendkívül fontos és érdekes minőség az, hogy tudják a tudatszintüket az átlagos emberi tudatszintről magasabb és magasabb szintekre emelni a vallásuk követésével, de ehhez még egy nagyon fontos dologra szükségük van. Tiszta ételeket, tiszta italokat fogyasztani, mindenféle idegrendszert károsító dologtól mentesen tartani a szervezetüket. Sokat dinamikusan dolgozni, mozogni, sportolni, és megfelelően kipihenni magukat minden nap. Hogyha valaki ezt követi, és vallásos az illető, a saját vallásán belül észre fogja venni, hogy a tudatszintje, tapasztalata napról napra növekszik, és csodálatos életet élhet. Ez a csodálatos élet nem csak azért van, mert egy követi a vallását, hanem kettő, a tudat szintjének, idegrendszerének kiművelését, finomodását elősegíti. Erre vannak különféle meditációs és jóga technikák, amelyek a test és az idegrendszer nemesítését szolgálják.
És teljesen mindegy, hogy valaki hisz Istenben, és úgy gyakorolja a meditációt, jógát, hogy az idegrendszer teste rugalmasabb legyen, ezáltal tudatszintje növekedjen. Tehát mindegy, hogy valaki hisz az Istenben, és úgy növeli a tudatossági szintjét, vagy nem hisz benne, és úgy növeli a tudatossági szintjét. Ez a tudatossági szintnövelés és a test különböző képességeinek kifejlesztése, a belső intuíciós képességek kifejlesztése egy olyan embert hoz létre, egy olyan embert alakít ki a hétköznapi emberből, ami mondhatjuk úgy, hogy egy isteni valóságot élhet. Mi ez az isteni valóság? Minden tudás, mindenütt jelenlevés és mindenható képesség. Ez nem azt jelenti, hogy az illető ezekre mint képességekre szert tesz, hanem inkább úgy mondhatjuk, hogy ezeket az erőket bevonza az életébe, és ezeket az isteni minőségeket a hétköznapjaiban nap mint nap megtapasztalhatja. Úgyhogy én azt kívánom minden embernek, hogy kövesse ősei hagyományát, kövesse a családi tradíciót, figyeljen tanáraira, kövesse a tanároknak a tudását, kövesse, aki vallásos, a saját vallásának, vallási vezetőjének prédikációit, kövesse saját vallásának megfelelő tételeit, és a legfontosabb dolog, hogy kövesse a józan eszének és a tiszta szív értékeinek minőségét. Ha valaki úgy követi a vallását, hogy közben józan fejjel, józan paraszti észrel mérlegelve, tiszta szívvel, tiszta érzésekkel éli a hétköznapjait, akkor annak semmilyen akadály nem lehet útjában, teljes emberi életet élhet. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Namaste.